Sziasztok! A mai videóban egy olyan témával fogunk foglalkozni, mely valószínűleg szinte mindnyájatokat érint, de még feltehetően nem nagyon tudjátok, hogy milyen is lesz ez. A címből már kitalálhattátok, hogy amiről beszélek, az a távoktatás, mely egyaránt érinti az általános, illetve középiskolákat, valamint az egyetemeket is. A következő néhány percben összehasonlítjuk ezt a még mindenki számára szokatlan távoktatási módszert a hagyományos oktatási renddel. Először 5 előnyt, majd 5 hátrányt ismertetünk, mely az új rendszerre jellemző a hagyományoshoz képest. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na kezdjük! Kényelem. Sokak számára valószínűleg ez a legfontosabb előnye a távoktatásnak, hiszen míg az iskolákban hosszú órákon keresztül kell a kényelmetlen fapadokban ülni, addig otthon, akár az ágyban fekve, egy laptoppal az ölünkben is tanulhatunk. Szünetek. Otthoni tanulás során bármikor tarthatunk egy kis szünetet, ha szükségünk van rá, ezt az iskolákban nem igazán tehetnénk meg. Érdekes lenne belegondolni, hogy egyszer csak felkelsz az óra közepén, és közled a tanároddal, hogy neked most szükséged lenne egy kis szünetre. Valószínűleg egy kis plusz házi feladattal jutalmazna érte. Otthon azonban ezt bármikor megteheted, ez persze nem azt jelenti, hogy 5 perc tanulás után meg kell jutalmaznod magad egy fél órás pihenéssel. Korán kelés. Azt hiszem, bátran ki lehet jelenteni, hogy senki sem szeret korán kelni. Ha otthonról tanulsz, nem kell azon idegeskedned, hogy hajnalok hajnalán fel kell kelned, mert ha nem teszed, lekésed a buszt. Ugyanakkor azt tanácsoljuk, hogy ennek ellenére ne aludjátok át a napot, próbáljatok normális időben felkelni, így biztosan produktívabb lesz majd a napotok. Evés, ivás. Ha a napotok nagy részét az iskolában töltitek, előfordulhat, hogy nem mindig tudtok megfelelő időben, megfelelő mennyiségű, illetve minőségű táplálékot fogyasztani. Otthon ilyen problémátok nem lesz, hisz akkor ehettek, ihattok, amikor csak jól esik. Szabad időbeosztás. Az iskolába járás alapvetően meghatározza az időbeosztásotokat, azonban otthoni tanulás esetén ti döntitek el, hogy osztjátok be a napotokat. Igazán hasznos tud lenni, ha ki tudtok alakítani magatoknak egy hatékony, személyre szabott napi rendet. A lehetőség adott. Minden éremnek két oldala van, ezért most nézzük, mik a hátrányai az otthonról tanulásnak. Csökkent koncentráció. Otthoni tanulás során számtalan dolog el tudja vonni a figyelmünket a tananyagtól, leginkább a tévé, illetve a mobiltelefon. Azt ajánljuk, hogy amikor leültök tanulni, kapcsoljátok ki a telefonjaitokat, illetve más elektronikai eszközöket, amelyek nem a tanulást segítik. Társaság hiánya. Az iskolában a tanulás mellett sok időt töltünk a barátainkkal, együtt sírunk, együtt nevetünk. Otthoni környezetben ez sajnos kiesik, mely egyértelműen fontos része a diákéveknek. Tanárok jelenléte. Habár a távoktatási rendszerben lesz majd lehetőségünk videóhívást folytatni tanárainkkal, azonban kétségkívül könnyebben elmélyül a tudás, amikor élőben halljuk a tanár szavait. Elképzelhető, hogy ez csak megszokás kérdése, majd meglátjuk. Mozgáshiány. A hagyományos iskolai rendszerben kétségtelenül többet mozgunk, mint a távoktatás során, ez pedig mindenképp a hagyományos rendszer előnyére írható. Távoktatás során a testnevelés órákon legfeljebb FIFA-ban focizhatunk, ami szintén jó lehet, de mozgás szempontjából alig ha előnyös. Megfelelő bioritmus. Amikor hétfőtől péntekig iskolába kell járni, akkor akarva akaratlanul korán reggel felkelünk, melyből következik, hogy valószínűleg este sem maradunk ébren túl sokáig. Távoktatás során
fennáll a veszély, hogy az ébren töltött órák időben eltolódjanak, vagyis túl sokáig aludjunk, utána pedig hajnalig ébren legyünk. Ez nagyon könnyen előfordulhat, és higgyétek el, többet árt, mint használ. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük, tetszett nektek, ha így van, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!